Én nekem halvány gőzöm sem volt, hogy mit jelent az, hogy klarinét. A 13. kerületi Gömb utcai általános iskolába jártam, és ott alakult egy fúvószenekar. És hát én is jelentkeztem, de sajnos későn jelentkeztem, mert a tanár úr minden hangszert már kiosztott a gyerekeknek. Hát itt nem volt nekem hangszer, amin elkezdhettem volna játszani, és úgy majdnem elsírtam magamat, fiatal kis 7 éves voltam, 8 éves, és a tanár úr megsajnált engem, azt mondja, na várják állai, körbenézek, hát ha a szertárba akad még a számodra valami. Hát el is ismert a tanár úr a szertárba, és erre hozott egy klarinétot. Hát azt mondja, nézd oda, Kálai, ez az egy hangszer maradt. Egy klarinét maradt itt. Na hát erről szól a történet. Az életem során ez kísért végig, az, hogy klarinétos lettem. Jöttek a komoly zenei tanulmányok, mikor már az általános iskolát kijártam. Utána ugye már tanár úr azt mondta nekem, fiam, te ne hagyd abba, mert te belőled egyszer nagyon híres ember lesz. Az első állomásom a Magyar Állam Népi Együttes volt, az 50-es években. Ott játszottam, majd utána a rádiózenekarához kerültem. És utána jöttek a külföldi turnék, külföldi utak. 1958-ban, ez egy nagyon fontos az életem során, ez egy sorsforduló volt. 58-ban megvolt a világkiállítás. Erre felkértek engem, hogy a brüsszeli világkiállításra én is menjek kijátszani. Hát ez meg is történt, óriási siker volt. Magyar pavilonban játszottunk. Abban a magyar pavilonban, ami aranyérdem rendet is kapott, olyan sikeres volt. 1971-ben, az is egy nagyon érdekes dolog volt. Amerikában játszottam, ahol a világ legnagyobb jazz klarinétossal játszottam együtt, a Benny Goodmannel. Hát az is egy nagy... Ott ragasztották rám legelőször azt a jelzőt, hogy a klarinét királya te vagy. Még a Kossuth díjamra sem vagyok annyira büszke, meg a Liszt díjamra, meg a többi becsületrend, stb. Kitüntetéseimre, mint a fiamra, az ifjú Kálai Kisernő primása, akivel együtt játszom a mai napig is, a Margit-szigeti nagyszállóba. 35 éve. Nem mindenki mondhatja el ezt magáról, hogy ilyen hosszú időre Margit-szigeten játszik. Budapest, ez az életem. Hát egy szó az egész. Ez az életem, a Budapest. Budapest, Budapest, de csodás. Hát ez a legszebb város a világon. Ettől szebb főváros nincsen. Pedig én játszottam, a Párizsban játszottam, mindenhol. De hát mikor még hazajövök Budapestre, mély levegőt veszek, és azt mondom, hogy jaj, itthon vagyok. És ugye én nekem a Budapest az simogatja a lelkemet, a szívemet. Ugye végig sétálok a Lánchídon, hát csodálatos. Vagy felmegyek a Gellértegyre, és látom ezt a gyönyörű várost. Őszintén elmondom, hogy nagyon meglepődtem, és hát köszönöm, hogy én rám gondoltak, és azt is köszönöm, hogy ilyen hangos személyekkel együtt vehettem át a Budapest díszpolgári címet, kitüntetést. 80 éves vagyok, és el is sírtam magamat, ami nem szép.